Hát, hogy akkor jó estét kívánok mindenkinek, nagy örömmel látlak benneteket az új évbe, mert ez azért most már tényleg, már benne vagyunk rendesen, már 11 -e van, és hát gondolom, hogy hoztatok izgalmas kérdéseket, különösen a Krisztián, igen, mert ő szokott azért izgalmas kérdéseket föltenni, én is szoktam a mesterség és intelligenciának különös kérdéseket, úgy belezavarom, nem tudja, hova bújjon. Szóval jó ez, hogy így van. Mert, mert annyira félnek a, azok a mesterséges intelligenciától, azt, azt se tudják, hogy a kereket nem tudnám föltalálni, pedig már minden megvan neki hozzá. De azt mondta, hogy ő már fel tudja találni. Igen, azt írta nekem, hogy ő, ő már föl tudja találni a kereket. Igaz, hogy már mindent föltaláltak neki. Szóval csak puskázni tud. És igen, ez van egyelőre. Az, mert azt, ott, ott kezdődik a probléma, hogy nem definiálták az intelligenciát. Tehát mi az, hogy intelligencia? Az IQ-teszt az a, a viccek vicce. Mert az egy adatbázis kezelő. Ugye, fejedbe, hogy működik az adatbázis? Csak ezt teszteli. A nőknek általában jobban működik, és ezért úgy látsz, látszatra az van, ugye, hogy, hogy a nők sokkal okosabbak a férfiaknál. De ez nem baj, nem lenne baj. De a valóságban, a, a gyakorlati dolgokban, meg hát kevesebb nő megy pilótának, lakatosnak, mit tudom én, minek, ami ez ilyen műszaki beállítottság kell. Mostanában ez szaporodik, mert az apjuknak bizonyítani akarják, hogy ők még a fiúknál is fiúbbak, hát ilyen van. Ezért verekedni tanulnak, beálltak focizni, beálltak boxolni, szóval már minden van, hogy bebizonyítsák, hogy hát ők egyenra, Ezek a férfiak ilyen alantas kis senkiházi ugri-bugrik itt mellettem, és akkor ebből aztán persze vannak nézeteltérések, ez fűtik is egy kicsit, mert, mert ugye amikor behozták, hogy a nőknek dolgozni kellett már menni. De eredetileg ilyen alantas feladataik voltak, hogy gyereket neveltek, meg vacsonát főztek, vagy mit tudom, ez ilyen tejet takarítottak, és mostak, és akkor ez egy ilyen alantas valami, ez ilyen alantasabb, már alantasabb. Ilyet csak cselédlányok csináltak. Feleségem ment ki, én volt Kanadában is, és akkor ott Mond, att, ajánlottak neki ilyen takarítóna de majd itt tudunk neked takarítónőt. Szóval a takarítónőhöz is takarítónő jár. Szóval ilyen. Sűrös. Hát <tellé> teljesen teljes, süsökes, én nem tudok más mondani. Mert hogy az egy ilyen pálya. Hát aki nem tud nyelvet, ugye, porolni tud. Nem, nem tudja, azt se a jó napot kívánok, de porolni azt tud. Nagyon sokan mentek ki, a feleségem most nézegetett ilyen filmeket sorozatban, és hazajöttek, hogy lefutottak tíz, tíz évet ott kint, és akkor rájöttek, hogy nem kolbászból van a kerítés. Ott se, ha, mert úgy mentek hogy nem is tudtak egy szót se azon a nyelven, ahova mentek, indulásból. És azt hitték, hogy hát, ha oda megyek, és akkor majd mondom, és hát mondjad. Ja, hogy egy büdös szót nem értenek bele, nagyon ciki. A magyarok külföldön járkálva hallom, hogy üvöltöznek, üvöltöznek. hangosan üvöltöznek a ráruházakban, üvöltözik, nem viccelek, üvöltözik, ha magyarul. Oda megyek hozzá, hogy na mi van? Azt mondja, hát nem érti, hát nem, nem, nem tud beszélni, de mondom, de tud beszélni, de talán azon a nyelven kellene kérni, ahol vagy. És akkor mondom a az, az ott az eladónak, hogy mit már mit magyarul, hát egy, adja már neki egy ilyet, mert nem, ért, nem, nem jön rá, hogy attól, hogy, hogy hangosabban kiabál, mert úgy gondolta, hogy ezek mind süketek, ugye? A németek és némáknak hívták a cseheket, mert nem tudtak németül. Szóval volt ilyen, hogy, hogy, hát azok némák, azok, mert, mert nem érti, ha, amit én mondok, akkor süket, meg néma, meg mit tudom, miket találnak ki ilyen beképzelt hülyeségek az emberek fejébe. Tehát hazajöttek egy csomóan, tudod, aztán kiderült, hogy hát ugye vécépuszolónak men tud menni, meg mit tudom, nyelvtudás nélkül mi. Elmegy magyarokhoz dolgozni fél munkapénzért, fél áron elmegy dolgozni, ha hát nem hal belőle ilyen ott se, mert ott az egy jobba fizetés általában, de annyira nem jó, csak egy ilyen kis ocska valami albérletet tud kivenni, poloskás albérletet, ez a... nem fenékik telj föl, mert azt, azt gondolom, eladta itt mindenét, és elmegy, és akkor, és akkor pálya van, és akkor majd minden jó lesz. És... Jó, jó, Mameddig a pénze tartott, jó volt. Aztán utána hiába rendelte volna a pizzát, már telefonra se telt neki, meg ez, így működik az egész. Tehát túlképzelik magukat sokan, úgy gondolják, hogy mert a propaganda dumától, úgy, hogy itt, itt rossz. Miért lenne rossz? De miért lenne rossz? Mi, mi megszoktuk ezt a rosszat. Szóval, mert azért járkáltam mindenfelé Európába, és Afrikában még nem voltam mostanában, de, de járkáltam mindenfelé Európa, Moszkváig bezárólag, annál keletebbre nem, Ciprusig Moszkváig, tehát úgy odáig járkáltam. De én azt láttam, hogy nálunk ehhez képest néha sokkal jobb a kaja is jobb, szóval a németeknél meg egész biztos, hogy jobb. Most már ott a törököktől valamennyire megtanultak főzni, mert, mert valamennyire megtanultak, de katasztrofálisan főztek. Akkor kim voltam ilyen 45 évvel ezelőtt, gyerekek, katasztrofa. De olyan, mint hogyha mindent megfőztek volna egy fazékba, aztán el van intézve. Megvan puhulva, viszlát, egyétek. Tehát ilyen, ízetlen, bűzetlen üzéket, mindenre ilyen generál szószt nem volt igazán, nem volt igazán nagy fantázia benne a kajájukba. Ettem nagyon jókat, szóval voltak azért, hogy az én nagy, a milyen jó volt rostogva, ó, nagyon, az nagyon jó volt. Ilyen nagy lapos hal is. Nagyon finom íze volt, hú, úgyhogy az egészet jöttek a magyarok, rögtön tá új tálakat hoztak ki, mert az, de két tinizser fiammal voltam kint, akik zabáltak, nem ettek. Normális dolog ez tinizser és, és azokat felfaltak mindent. És lehették a legjobbot persze, van, volt nekik eszük is. Na, tehát az van, hogy, hogy a mi célunk, micsoda, miért csináljuk ezt az egész iskolát, ugye az a kérdés ugye valahogy össze kéne már hozni végre egy rendes és becsületes világképet. Mert ebben a világképben, amit ma el van terjedve, a legfontosabb kulcsfontosabb pontokon nagy mellébeszélés van csak. Valaki nagyon harcolt velem, ugye, hogy a, a, még az idő van, akkor az, az nem terjedhet. Idő van, az nem terjedhet. Ezzel már mindenki megharcolt amikor csak az idő van. Csak azért gondolj bele, hogy a gömbhöz hány adatot kérsz, az térbeli. Meg kell adni bármilyen koordinátát a gömb esetében? A sugarát. Aztán annyi. Nem kell XYZ adat, csak azt kell megmondani, hogy mekkora a sugarás, ez definiálja a gömb. Annyi a körnél, mit kell megadni? A sugarát. Hopp! Az is számít, hogy hol van a közepe. Azt meg kell adni, hogy hol van a közepe, igen. Azt meg kell adni. De hát a, mondjuk a Világegyetem keletkezése során milyen közepe? Ugye? Hát. hát ez csak a ez kell. De hát ő a közepe. Érted? Szántót a Világegyetem, kele, amikor keletkezik, még nincsen semmilyen anyag, energia, nincs és ezek mind ilyen zagyvaságok. Bár az ősrobbanási emeletet egy pap ki, de az is zanyvasák. De nem jó, hát nem jó, nem jó. Mert az összes anyag kész, az összes energia kész, van 25 milliárd fok meleg, és hát, egy gyerekek, hát nem jó. Hát, hát nem tudja mi a fény, nem tudja mi a anyag, az anyag részecskékről fogalma nincs, ott tart, hogy kvarkokból valahogy épül fel, valahogy, de hát összerakja az ilyen kívánság hangverseny, a részecskéket összerakja, ez egyikben féspív van, a másikban mit tudom én, mi benne vannak a kívánságok, és akkor hárba összerak, és ott van, tessék, így néz ki. Hát igen, megkérdeztem a mesterséges intelligenciától, hogy ugye van egy ilyen reakció, hogy a, a neutron elbomlik protonra, elektronra, meg neutrinóra. Elbomlik. Igen. Na mondjuk, na igen, de akkor akkor az elektronnal baj lesz, mert kilép a rendszerből, ugye? Akkor hogy vannak a kvarkok most? Mert most valahogy nem stimmel. Hát ott tud alakulni egyik kvark a másikba? Mert azt sem tud. Ajaj. Hát ott, ott behidalt. Elkezdett vergödni. Nincs is olyan reakció, nincs is olyan izé, elkezdett menekülni. De van, nézzél utána, fizikakönyvben nézzél utána, ott van, benne van. Ráadásul egy egy ilyen fordi, megfordítható reakció, reverzibilis, hogy, hogy eléggé tudományosak legyünk, megfordítható. A re az azt jelenti, hogy re, vissza. Az azt jelenti, re. És ez csak hőmérséklet csökkentésével lehet elérni, hogy vissza az elektron? Az Ö, az nem, nem, nem. Nem, másképp is lehet. A hidrogéntarulás az egy nagyon nagy kérdés. A nagy, mondjuk a, a neutron csillagoknál mi történik? Ugye? Oh yeah, ott olyan nagy nyomás alatt van, hogy már csak neutronok vannak, mondja. Igen, a csillagban már csak neutronokból áll. Hát ha van benne egy proton, akkor ez egy hidrogénatom, csak nagyon izotóp. <laughs> Ugye, mert hát, ha egy darab proton van benne, meg egy elektron, mert akkor kell, hogy legyen benne egy elektron is. Már csak azért is, mert ezt a fizika ugyan még nem tudja, de rövidesen tudni fogja. Öt éven belül, ezt nyugodtan borítok, hogy öt éven belül tudni fogja. A tudomány, hogy az elektron, meg a proton, az egy részecske. Egy, azaz egy részecske. Nem alakul a semmibe. Bele tud menni, ki tud jönni. Ez a, ez a reakció megvan a fizikakönyvekben, tessék utána nézni. Tehát az összes valamire való fizikakönyvben benne van, hogy oda-vissza reakcióról van szó. A re, az valamit vissza, azt jelenti. Tehát a a reinkarnáció az azt jelenti, hogy visszaszületés, a reformáció azt jelenti, hogy visszaformálás. Mert az eltársak idejében én emlékszem, hogy rendszeresen dobálóztak a reformációval, de ez az azt jelenti, hogy visszaformálás. Tehát vissza akartad az átkost formálni, komám? De néztek rám, hogy mondom, te figyelj, a re az azt jelenti, hogy vissza. Parancsolj. Nem jelenteti azt is, hogy újra reformál újraformálás. Újraformál, hát azt már talán új szót kéne akkor kitalálni rá. Hát igen. Sinonimál. Szóval. Hm? Sinonimál ez azért valahol. Valahol. Ez a vissza az valahol újra. Igen, de, de hát mi, mi újra? Igen. De milyen újra? De. <gül> <gül> szóval, szóval ez nem annyira jó, nem annyira jó. Na, tehát a nagyon fontos dolog, hogy amikor már az anyag megvan, akkor igazából az anyag neutronok formájába keletkezik. De ott is van nekem egy, egy nagyon furcsa e, melléérzésem érzésem a neutronoknál, mert a neutronokban mintha két elektron lenne, nem egy, hanem kettő elektron. Két elektron. Na de hát akkor a töltése miért ilyen, meg miért olyan? És ki, ki, mérte meg a töltését ekkor a gerjesztettség állapotába? Tessék megmérni. Meg kéne mérni. Mert hogy van egy olyan halmazállapot, ami, a, ami túl van az elektromos gerjesztettségi állapoton. Tehát nem a valencia sávba kerülő elektronokról van szó, hanem egy sokkal gerjesztettebb állapotban, hogy is hívják? Hm? plazmálapot Így van? Plazma állapot. Itt van abban a lakásban a plazmállapot? Hogy... Ott abban a fénycsőben van plazmállapot. Vagy itt van ilyen, ebben, ebben nincs, de van ilyen konnektor ott az, az ágyad alatt, vagy a, a fotel alatt, ott van a konnektor és azon ég egy ilyen kis piros lámpa. A, egy kis glimlámpának hívják ezt, a csak kis glimlámpácska, de tulajdonképpen két pöcök van, dróttal kivezetve, egy ilyen üvegbúgyborékból, és, és neongáz van benne, ritkítva. Ennyi. És ahogy rákapcsolod a váltófeszültséget, direktben nem szabad rákapcsolni a 226, 22 mert de túl nagy áram folyik rajta, de ilyen sorba kell kötni, mondjuk legalább egy 500 kilommal. Ilyen nem is van. Úgy hívják, hogy fázisceruza van ott a fiókomba kettő is ilyen. Az olyan, hogy van a végén egy kis szegegyszerű, és hogyha megfogod, és beredugod a konnektorba, nem kell fosni, nincs háború, mert hogy nem fogom agyon csapni az áram, te beledugod a konnektor egyik lukába, nem történik semmi, de a másikba meggyullad a kis glimlámpácska a csavarhúzó belsejébe. Semmi nincs benne, egy ellenállás, meg egy, egy glimlámpa sorba kötve és az, az, ki van vezetve az ellenállás vége, és az azért, hogy egy áram csökkentő, ne az, azon már nem tud nagy áramát folyni, egy 500 km, az, az, a fél megóm, azon már nem, nem, tud nagy áramát folyni, van ahol egy megóm van benne, és akkor azzal meg lehet vizsgálni, hogy hol van a fázis, ez érviák fázis szerozáma. Ja, és ez nagyon jó, hogyha valamit csinál az ember, Néha. A fáziskeresővel keresi meg a fázist, és nem az ujjával. Igen, 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 igen. Nem baj, hogy van benne áram, csak talán a kettőt egyszerre nem fog meg, mert akkor birkozógépé válik. Ha mondjuk nem vagy földelve, vagy ő vagy, nem, a fém nem nyúlsz hozzá, a fém lába az nem olyan helyen van, stb. Szigetelő van rajta, akkor már nem csapadjon annyira, talán még észre sem veszed, hogy a fázis fogtad meg. Nem úgy, mint a villanyszerelő, a, a Röntgen klinikán volt egy villanyszerelő, meg a sebe, egyes sebben, ott voltam, a, ott dolgoztam, és a villanyszerelő az ilyen nagy iszákos pali volt, és ilyen, ilyen hülyeségeket csinált rendszeresen, és egyszer sikerült neki a 380-at megfogni rendesen két kézzel, sikerült neki megfogni, és be volt a műtő indítva már, tehát már műtétre várt a műtőt, be volt sterilizálva, fő volt rakva minden cucc, tehát volt steril műszer, minden volt, elő volt készítve a műtőt, rohantunk vele a műtőbe, mert megállt a szíve, hallgattuk, megállt a szíve, ott adtak neki mesterséges lézést, mindent, sőt, megbontották, hogy megpingelték a szívét. Szóval durva volt, és meghalt. De, mert az, az állandóan hősködött ezzel a történettel, hogy mit meg izé, meg üzé, mindig hősködött. Egyszer nem sikerült neki, hát ilyen van. Mert éppen támaszkodott a izén a vas szekrényen, ami le volt földelve, na, akkor már nagyon birkozó gép lett a dologból, azt meghatsz egy. Rendes pali volt egyébként. Volt egy másik, a kölcsönzőnél dolgoztam akkor, meg ott is volt egy ilyen villanszellő, azzal néha így állt a létre, az is mindig volt de így állt vele a létre, ilyen nyeklet, nyaklott, és így állt a létre, de valahogy nem dőlt össze. nagyon, nagyon élveztük nézni, úristen, hogy... tehát ez, ez, úgy szerelt ott, hogy lépkedett a létrával, meg minden, de közben volt, hogy így Ferdin állt vele a létre, oldalra Ferdin, és ne, ne, nem, nem, nem dőlt nem hát, ott izgultunk neki, hogy mikor esik pofára. Tehát ilyen, ilyen van, hát az, abban az időben mindenki volt, még az orvosok is, meg a vérdökök is. Hát nem volt hová menekülni, hát menekültek a kocsmába. Jól láttam, hát az, 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 az főorvos úr az úgy keresték, hogy hol a főorvos, ötös műtő. Az ötös műtő az a amerikos presszó volt szembe az ülőjúton. Az volt az ötös műtő. Tehát, hogy ott konyakozott a főorvos úr úgy műtét előtt. Parancsol. Térjünk vissza a neutronhoz szerint. Igen. Gyuri hogyan lehet egy neutronnál elér, elérni, hogy a elektronja az visszamenjen. Nem értek hozzá. Mert ugye ezt el tudnánk érni, akkor... Vissza, vissza tudják el, tenni, vissza van. tudják rakni. Én é. szerintem a saját elektronját illik bele visszarakni, mert minden... Nem az, hogy van elektron. Ezek az elektronok még ennél sokkal zavarosabb életez élnek, mint ahogy elképzeled. Tehát az, maga az elektron kelti a protont, és a proton kelti az elektront. Na, ez még nincs meg a fizikában. Vagyis, hogy hát van róla már, már 30-40 éve, vagy 50 éve, van róla már szó, de nem merik igazából elmondani. Mert valahogy az, az egész befagyott. Tehát a tudományunk totálisan befagyott a háborús érzék miatt, mert tudáshatalom. Tehát úgy olyan fegyvert kell fejleszteni, mert másiknak nincs olyan adatátvitelt kell csinálni, ami a másiknak nincs, olyan repülőt kell csinálni, ami a másiknak nincs, minden erről szól. És hát ez, ez, ez azt is jelentette, hogy mindent titkosítottak, ami valamire való volt. Mindent. Tanácsa. Hogyan tudják egymást eltenni, hogy az elektron kívül van? A, ahhoz, a, ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz vissza kell lépni az univerzum fejlődésébe, az idő szerkezetéhez, és az idő, Működéséhez. Amennyiben az időt nem ismerjük, amit már azért az 1300-as években is erősen próbáltak kutatni, sőt, odáig eljutottak már valahonnan a görögök, én nem tudom, hogy ők fedezték -e, mert gyorsítóik meg ilyenek nem voltak a görögöknek se. De az egyiptomi civilizáció az sokkal magasabb volt, mint amit ma a történészek elmondanak nekünk. Piramist építeni nem is lehet. Tehát nem lehet. Ha azt hiszed, hogy rakod a követ, és rakod a követ, és az a helyzet, hogy nem lehet piramist építeni, föl fog robbanni. Mert az a mészkő, amiből építed, az egy ponton nem bírja ki, megroppant, kész. Az alsó réteg, azt mondja, pff, szétmegy. És nem csak az alsó réteg, hanem sok réteg megy lecsóba. Medumi piramis, mint példa a medumi körülmény körül, körül mészkőpor van. Hát, de mi, mi kidaráltam meg ezt porrá, ezt a piramist. Ugye, mert valahogy, valahogy az porrá ment. Mert úgy szétverték porrák alapáccsal, vagy de ennyi millió köbméter, szóval ez valahogy nem annyira stimmel. És itt kezdődik a dolog, mert elkezdték leszedni a piramist. Nem, nem fölrakni. több helyen is láttam, hogy javították, meg, meg, leszették, meg minden, de fogalmuk nincs a működésről. Találtam olyan piramist, aminél ki volt téven mellé szándékosan a piramis eredeti alapelve, hogy a piramis nem gula, hanem lefele is egy gula. Ugyanakkor a gula lefele a piramis, mint fölfele. Na most Erről nem beszélnek, de ki volt rakva a piramis mellé, egy, mind, egy ilyen példa, ami egy oktaéder volt, az a lefele is gula. Aha, aha, na tehát tudnak róla, csak neked már nem mondják el. És eleve piramist nem is lehet építeni, tehát a gulát akarsz építeni, nem fog összejönni. Fog egy darabig, kis gulát tudsz építeni. De van egy nyomáshatár, aminél nagyobb gulát ha raksz, akkor szétrobban. Ugyanolyan ö, megvannak az erők, amikhez érteni kell mérnökileg. Tehát most mondjuk 88, 8, azt hiszem, hogy 8, 8, volt. Volt, mert az a ház az, az porrá omlott így. Pff! Képzeld el, előző nap vittük oda haza a tévét tévét szeretünk, és a, és a, a, előző nap hazavittük a színes tévét. Na, arra már nem kellett galaciát, <laughs> vállalni, mert az egész ház porra omlott. De miért? Bővítették a pincét. Tehát nem egy, nem egy mérnök, vagy, vagy egy hülye mérnök volt, aki nem figyelt az órán, hogy a, a, falnak az alapját az nem szabad kiásnia egészen, mert akkor ott van ott egy ilyen visszaható erő, akkor az az alsó réteg fölrobban a ház súlyától. Fölrobban. 24. Mi 24? Óca 24. Óca 24. Nagyon köszönöm. Na, oda hazavittük a... igaz volt a történet, nem mondom, én előző nap vittük haza azért, a oda a televíziót, és akkor nem volt semmi baj a háznak. Csak lent a pincébe dolgoztak ilyen, hát ilyen segédmunkások, további jelzőket nem ragasztok rá, de a lényeg az, hogy ezek a segédmunkások ott kiásták, mert azt mondták neki, hogy ássák ki, de hát ezek kiásták. Hát rájuk omlott az egész, hogy volt. Nem túl sokan haltak meg a balesetben, talán nem voltak otthon éppen, szóval szerencsé volt, de talán négyen, haltak meg. A, gondolom az a két segédmunkás a hajzébe, a pincébe azokat ott hagyták a fogukat, mert jött az egész háza nyakukba. Hát ilyen. Tudnék, ott, ott nem, szabad a, nem szabad kiásni az alapot annyira. Mert ha nagyon kiásod, akkor ott fölrobban az alap. Parancsolj. Ja, ugyanez volt Székely judvar helyen, hogy az alap aláástak. És, és a szépen. diák otthon összedőlt. Most. Most egy. Ez most volt? Egy-két hónap. Igen, igen. Mert, mert nem, nem figyel oda már a mérnök, aki tanul, mérnök tanonsz, nem figyel oda becsülettel, a gyerekek azt nem szabad. Ezt minden köműves tudja, de a segédmunkást, akit a fölvesz 20 forintért, na az már, az már nem tudja. Nem is az ő felelőssége lenne, hanem az építés vezetője. Az építés igen, 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 És leástak az alapig, szétrobbant. És a diákok szóltak, hogy repedezik a fal, valami baj van, durog, valami izé van, hang van, és mondták neki, ah, de, bő, bő, bő. igen, meghaltak. Vagy egy meghalt, egy meg, meg semmi. Nem voltak szerencsére sokan otthon. Parancsolj. megkérdeztem a Google-t, hogy egyiptomi szimbóluma az időnek, és a megjegyzések oda hogy az uroporosz ősi egyiptomi szimbóluma az időnek, a életnek, halálnak, termékenységnek, újjászületésnek, jó egészségnek, jó szerencsének és a életkörforgásának. Hát igen, mert hogyha megvan a létezésnek az alapja, Ezt ugye az idő, mert idő nélkül nincs dinamika. Ha nincs dinamika, nincs élet. Nem tudsz egy egyótt dugni sem, mert ahhoz mozgás kell, ugye? <laughs> Kész. Nincs, nincs, nincs mozgás idő nélkül, nincs szaporodás se. Semmi nincs. Azért ha helyeztem ki ennyire ezt a dolgot, mert ezt még sokan megértik. Van, aki már ennél bonyolultabbat nehezen ért. De nem akarom lenézni a nézőket, na de a nyakkendőn Ferdinál... Az Körülbelül 40 nő szokta észrevenni, de hogyha amiről beszélek, azt meg írkálja, hogy hát nem sokat értek belőle. Nem mondom, talán fölkösd fel a bugyidat, aztán gyerünk. De nézzél utána, olvas utána, vedd meg a könyvet, tanulj meg. Meg nem butábbak a nők semmivel, mint a férfiak, csak rá, oh, ez a, izé, most nézd meg, ha most én fölmegyek az internetre, vagy a Facebookra, nézd meg, hogy a nők szinte valamennyien csak a testüket árulják. Nézd meg, egy darabig volt ez a tánc most, ez a mit tudom én milyen tánc, ami most ilyen ugribugri izé tánc volt, tele volt vele az internet, de tele tele. Volt, mindenki ugyanazt táncolta, az nagyon fölkapott volt. Ja, nagyon örültem meg végre táncolnak a fiatalok, mert csak ilyen izé, így csinál, ez nem tánc. Ez lószar, ez semmi, ez nem tánc mert ez a sék, ugye, rász, de, de ez már 40 évvel ezelőtt is volt, hogy így csináltak, és akkor úgy csináltak, mint ott fölkérte, és akkor így csinált. Na a németeknél először néztem, ott láttam először ilyen német csajok jöttek, kelet-német csajok, azok nagyon korszerűek voltak már nagyon, és akkor jöttek, és csak így csináltak, és ez volt a tánc. Hogy örültek, mikor megtanítottam táncolni. Na, mondom, ez nem jó, ez nem tánc, gyere, megmutatom is. Tehát mindent tudott táncolni, amikor hazament, akkor tudott minden hagyományos táncot. Nem azt jelenti, hogy nem lett új valami. Most ez a tánc, ez ilyen új, új, ilyen ugri bugri, és legalább mozognak. Mert különben úgy elhíznak, mint a fene, és nagyon ilyen ezért lesznek, ilyen szobavirágok. Tehát ha nem mozog, nem sportol, nem csász semmit, akkor ilyen szobavirág lesz belőle, aztán egyszer csak így elkezd kinőni a fotelból, meg kell, mint a, ezért, meg kell, mint a tészta ilyen 150 kilós eszi magát, mert aztán már föl is tud állni. Szerencsétlen, mert ugye halára ette magát, és aztán már nem bír felállni, mozogni, hát ő nem tud futni. Mi az, hogy futni? Még ügetni se tud, nem úgy futni. Ez baj. Tehát visszatérve az időszerkezettereken kell visszamenni. Tehát amit a Péter megkeresett, hogy mit mond a, ez a mesterséges intelligencia az időről, ugye? Vagy ez mi volt? A Csak a Google-it ez Ugyanaz. Mert a Google-it is már az, az izéli, az kezeli. És az van, hogy a, az uroborosz megvan, de a görögöknél is megvan, mert ezt az uroboroszt, azt a görögnek mondták nekünk, A kígyó, aki magát eszi, az az uroborosz. És akkor a, 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 eszi a farkát a szájával. De nagyon érdekes, mert for, pont fordítva van. Ez pont fordítva van tudnék, a farkával eszi a fejét, és nem a fejével a farkát. Tudni a múltját eszi. Mi az, hogy a múltját eszi? Ugye ez egy nagy kérdés. Mi az, hogy a múlt? Mi az a múlt? minden, ami belőled kiárad, az múlt. Tehát nem kell hozzá semmit csinálnod, csak létezel, ülsz a seggeden, akkor is árasztod a múltadat. Nem csinálsz semmit. Nem kell hozzá fizikailag semmilyen tevékenység hogy te a múltadat ározd. A mozgásaid is a múltat jelentik, mert sűrűsödik, ahogy így csinálok feléd, akkor az sűrűsödő hullám, az egy Doppler hatás. Ez az idő relativitás elmélete. Amiről én beszélek, ez az idő relativitás elmélete. Az Einstein is az időt piszkálta, az esemény horizontal ami nem volt más, mint a léthullámok, amik kiterjednek. Nem láthat, ha én fénysebességgel megyek egy rakétával, akkor a mögöttem történő eseményeket nem is láthatom. Mert jönnek ugyanutánam, megyek én is fénysebességgel, az fölrobban mögöttem valami. Nagy fény, nagy detonáció, egy csillag fölrobban. De a fény csak fénysebességgel megy, mint én is. Ez azt jelenti, hogy egyforma sebességgel megyünk, és nincs, nincs az, hogy lehagyom, nem tud lehagyni engem. Ott jön mögöttem, nem látom meg sose, mert ahhoz, hogy én meglássam, oda kéne érjen az a fény, ami a robbanásnak kiszabadult. Hát de, de, nem, nincs, nem ér utol. És itt van a probléma, ott az Einstein ezzel foglalkozott, gondol gondolattal foglalkozott, de elrontottam. Tehát már ott voltak a határán a megoldásnak. Az uroborosz, ugye, az a farka felé rohanó kígyó, vagy körbe-körbe rohanó kígyó, amikor körbe-körbe rohan, az a téridő, az a fény, az már fény. Amikor körbe-körbe rohan, és belemegy saját magába, és ahogy belemegy a saját múltjába, meglátja magát maga előtt, mert gyorsabban megy a fénysebességnél, ami kelti. Ugyan, mert hogy az, ami kelti, annak nincs tömege. Tessék, mondják. A Q ami száj kiáradás. Hogyha úgy értelmezzük azt a kégyót, azt az uroboroszt, hogy a kiáradás az a szája, az igen. a kilenye. Igen, igen. Hát, ha jól működik, akkor jól van, ezt, igen. Hogy a parka felé rohan. Igen, és ráadásul a szájába belemegy, és azt eszi, a száját eszi. De az meg nem fogy el, mert az csak egy kép mert itt csak időről van szó, oh, nincs itt anyag, meg biológiai kígyó, meg mit től, mit fantáziának, nincs. Az igazából egy kúpszerű valami, mert hogyha gyorsabban megy, mint hogy terjed, milyen, milyen, lesz a hátrahagyott valami? Hát egy kúp. Láttatok már kacsát vízen úszni? Ilyen szépen. Mondjuk a Városligeti tó, vagy a Budapestieknek mondom kimész, megnézed, kacsák kuszkának. most nem tudom, hogy most vannak-e kacsák, most élen nincsenek, mert most jégpálya van, de amikor nyáron vannak kacsák, akkor le szépen lehet látni, hogy egy ilyen v-alakú hullám, vagy balatonon lent vagy, akkor látod, a hattyú úszik, és akkor hogy nem kell neki túl nagy sebességgel menni, egy ilyen V alakú hullámot csinál, mely egy motorcsónak milyen alakú hullámot csinál. Mondjuk magasabbról nézed le, gelért egyről nézed, a Dunán megy egy hajó, egy V alakú hullámot csinál. Ugye? Mert a hullám lassabban terjed, mint ahogy ő halad. Ezért V alakú. Ha ő nagyon-nagyon lassan halad, akkor göm, kerek hullámokat kelt. De akkor nagyon lassan halad. Lassabban, mint ahogy a hullám terjed, akkor kerek hullámokat kelt. De hogyha ha gyorsabban halad, akkor is kerek hullámokat keltsz, de ezek olyan sorozatot hoznak létre, amiből egy ilyen kúp-szerű valami van. Itt esetünkben V betű, de az idő, az, az, ugye minden irányba terjed, az azt jelenti, hogy akkor ott nem egy, nem egy V alakú, hanem egy, egy gömb, gömb sorozatokból álló kúp. Erről van szó. És ezért mutattam be többször a Marrakesi meccset. Nem azért, mert én Mohamedán vagyok, nem. A Marakesen lévő mecsetnél ugyanaz van, hogy egy kis gömb, nagyobb gömb, még nagyobb gömb, még nagyobb gömb. Az van a tetején. Gyerekek, az jó. Az jó. Amit most itt a mecsetekre kiraknak, már mondjuk voltam Szerbia, Bosznia, Hercegovinában, mit tudom én, ott van egy csomó mecset, de egyforma gömböcskék vannak rajta, bár a, leg, a az másmilyen. De ott is a kiáradás sorozatát mondják el, hogy ez pik 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 pik, pik nem, úgy árad ki. Erre mondták azt, hogy az Isten szüli a fiát. Örjöntek rá a feministák, örjöntek rá. Ilyen marzsag, tehát férfi, hogy szülhetne egy férfi? Én a nő, hát én, én. Mondom, nem, figyeld, nem biológiáról van szó, hogy cicukám, fékezzél. Nem, nem biológiáról van szó, időről van szó, időgömbökről van szó. És az atya egy időforrás. Teljesen transzendens, Tökéletesen transzszendens. Megfoghatatlan. Hát időforrás. Nem, nem anyag. Nincs anyagi részecske. Nincs semmilyen részecske. Időforrás van. Ezt már egyébként már az 1300-as években feszegették. Meg volt az időforrásnak a képe már 2500 évvel ezelőtt találkoztam ókori, őkori romokon vele, meg őskori romokon találkoztam már vele, képzeld el. Az időforrás, ez egy ilyen négyszírvú virágocska, a fenét virágocska. A fenét. És ez a, az a legfontosabb gyerek, azt fedeztük föl, ami a világegyetemnek az egyetlen részecskéje. Hát azért az érdemes egy kicsit jobban megnézni. Nincs más. Semmi más nincs. Semmi. Csak ez van. Ebből lesz aztán minden. És amikor megvan az, hogy hogy lesz belőle a minden, na az már izgalmas. Akkor megértjük a világot. Ezért kell ezzel foglalkozni. Itt halóban ölik egymást. Energia, energia. És amit fékezzél, barátom, fékezzél. Először talán tudjuk mi az, hogy elektron ismerjük a gravitációs hullámokat. Aha, már fölfedezték, két feketeljük összecsapta magát, 20 millisekundumig keltett egy ilyen bumot. Mondom, jó, van fékezzél. Nem jó, nem jó, gyerek, nem jó. Akkor, ha én elejtem a golyostollam, az miért le? Van nincs mágnes. Akkor miért esik le? Mi a gravitáció? Na, elmondanád? Elkezd mellé beszélni. A fizikus is mind mellé beszél. Ha képletekbe próbál menekülni, hogy ezt se érted, hármas integrálokat próbál rajzolat, van jó, fékezzél, nem, nem, nem arra van, nem arra van az előre. Tehát a gravitációs hullámokat minden atom kelti. Hát súlya van az atomnak, tömege van az atom. Egy darab atomnak is van tömege, egy darab elektronnak is van tömege. Ha tömege van, nem haladhat gyorsabban a fénysebességnél. Miért? Mert kellett fénysebességgel terjedő hullámokat. Azt ő nem hagyhatja le, mert ott már, már szétesik a struktúrája. Tehát az már gyorsabban nem mehet annál. A fénykvantum sem mehet gyorsabban. Mert ha gyorsabban próbál menni a fénykvantum a saját maga által generált hullámtérbe, mi van előtte, meg előtte, meg még előtte? Mi van? Egy régebbi énje. Az is ő. Ha de ott hátrább van. Tehát befékezi magát, és kész. Egész fantasztikus. Tehát tudjuk, mi a fénysebesség oka. Ez nem magyarázta, az Einstein se tudta megmagyarázni. Én most megmagyaráztam. Megmagyaráztam. Ez az oka. Tessék, utána számolni. Érdemes utána számolni. Mindenki fog jönni. Néhány fizikus utána számolt, némelyik egy kicsit be is kattant. Mert mert minden áron meg akart engem dönteni, és elkezdett számogatni, és kiderült, hogy a Gyurinak igaza van. És ez jó, hogy így van, tudunk valamit együtt, hát, te, is tudod a fizikus, hogy ja, tudod, az jó. Nem mondd el senkinek, mert hülyének néznek. Ez az érdekes az egészben. Olyan merev dogmatizmus van a világban már, olyat, a, tehát ugye évszázada óta termel egy ilyen hülye mesét. És ez most már olyan, mint amit a Göbbels mondott, hogy a, a, propaganda minisztere volt a Hitlernek, ugye, hogy a népszájára adott hazugság, a népszáján igazsággá válik, elég sokszor elmondjuk. Hát ugyanez van a fizikában is. Elég sokszor elmondják a hülyeséget, mindenki úgy fogja fújni, hó, mint a verset, megtanulják és fújják. De hát nem jó. Hát nem működik, úgy nem jó. Tehát először ugye meg kell érteni a gravitációt, meg, megértjük a gravitációs hullámokat azt csak úgy tudjuk megérteni, ha előtte megértettük az időt. Ha megértettük az időt, aztán megértettük a fénykvantumnak a belső szerkezetét, nem ezt a hülyeséget, hogy rajzogatnak egy hullámot, nem, nem, nem. Tehát ezek gömbhullámok, hát ezek nem, nem ilyen hullámok, az Isten szerelmére. Hát azért van két rész kísérletnél jelenség, nem érti, nem érti, és harcol, és erőlteti, és próbálkozik. Persze, mert nem tudja megmagyarázni, de ő azt nem teheti, hát ő fizika professzor. Nem teheti. Nem mondhatja, hogy hát, hülyeséget tanítok nektek 25 éve, ezt ő nem mondhatja. Komolyan. Egy -e professzor, műszaki értelme, három napig ült az íróasztalánál, és mondogatta, hogy 25 éve hülyeséget tanít én csak egy egész egyszerű kísérletet csináltattam meg velük, hogy egy fém vasdarab próbat, acél próbatestet nyomjanak meg egy a nyomó mérőgéppel, de úgy, hogy tegyenek rá alulra fölőre egy csillámlemezt, jó vastagot. Jó, alá tettek, nyomták megfele. És mondom, amikor már jó megnyomtátok, még az összeroppanás előtt, zárjátok rövidre a géppel. Egy, zsin, De a gépre tedd először a műszerzsinót, utána a próbát mert nagyot fog szikrázni. Ha fordítva akkor rajtad keresztül szikrázik. De hogy szikrázik? Hát nincs ott áramforrás, nincs benne elem. Nincs... Hát gyerekek, hát persze, hogy nincs. Csak tele van elek szabad elektronokkal, egy vasdarab is, vagy egy részdarab, vagy egy alumínium darab. Mindegyik tele van szabad elektronokkal, és amikor megnyomod, nem tud kimenni a gépbe. Mert eddig persze, hogy nem vette észre, hát a, a gép, ami, amivel méri, le van földelve. Megnyomod, mi történik az elektronokkal? Hát, lemennek a földbe. Senki nem gondol áramra. Milyen áram? Ó, hogy lenne ott áram? Hát van. Egy bazin nagyon és mondtam, hogy egy nagyot fog kattanni a gép, és ugrani. Megvan a mérési jegyzőkönyv. Igen, ugrik. Miért? Mert olyan, mint a hidraulika. Tehát az elektronok folyadékszerűen viselkednek a fémekbe. Folyadékszerű. És akkor, amikor hirtelen ki tudott menni a gépbe a föld, el, föld felé az elektron, akkor összébugrott a próbatest. Mert addig a nyomást nagyon nőtt benne, de nem tudott hová kimenni az elektron. És akkor akkor aztán kiment. Nagy szikrázással és nagy pukkanással kiment az elektron. Szik Parancsolj. Gondolod végén majd. Mondjad. Hogyha folyadékszerű, akkor meg is lehet fogyasztani, mint egy folyadékot, meg bőszhalmaz folyadék. Én ilyet még nem próbálhattam meg, nem, nem volt rá segépem, se alkalmam nem volt még, de igen, lehet, hogy meg lehet fogyasztani. A folyadékszerű viselkedés nem egészen azt jelenti. Miért összenyomhatatlanok a folyadékok? Talán azt kéne inkább megvizsgálni, hogy a gázok összenyomhatóak, a folyadékok lényegében összenyomhatatlanok. Igen. Tehát a hidraulika arról szól, a hidraulikus dolgok arról szólnak, a pneumatika az más, az a sűrített levegővel működik. A hidraulika, meg hát olajjal, de az folyadék. Folyadék. És a folyadékkal működő valaminél igazából olyan, hogy nem tudod összenyomni. Tehát egy kis pumpával nyomok, egy ilyen kis hengert pumpácskával nyomok egy egy folyadékot, kis szivattyúcskával, megnyomom egy kisebb hengerrel, és az egész, a nagy henger nagyon picit fog mozdulni, de ha, a méret arányos, tehát méret arányosan, ha tiszta akkor a felület, akkor tiszta akkor a erővel. És ez nagyon lényeges. Tele van a fizika ilyenekkel, a érteket kell. Mindig meg kell nézni. Amikor azt mondják neked, hogy ezt nem illik megkérdezni, hogy csak azt kell kérdezni, reggeltől este. Mert egyszer csak kibudjan az igazság. Tehát akárhogy is van. Ki fog budjanni. Engem lehet, hogy agyonvernek, mert ugye nem tud megoldást, nem tud, nem tud kitérni, nem tud okosabbat mondani, hát inkább agyonveret. Hát ugye, mert akkor kiderül, hogy a oh, hát, hát, hát akkor nekem kéne megmagyarázni, de nekem aztán az nem fog venni sose. Hát ha eddig nem menne száz év alatt, akkor miért menne 105 év alatt? Puh, nem fog menni. Akartam valamit kérdezni. Ott a kérdés is volt. Nem baj! Első az uroborosznál, hogy. Jó. Az alakjából kifolyólag nekem úgy tűnik, mint mintha a farka menne a szája felé, mert. Igen, igen, igen. De egy kicsit ez miatt sántít ez a hasonlat. Nem, nagyon jó. Nagyon jó a krígyós hasonlat. Nagyon jó. Nézd meg, az uroborosz meg a Dávid csillag összerakva, látod? De miért van ez a kettő összerakva? Mert az jön létre. Mert így jön létre a Szent Lélek. Ja, a gyengébbek kedvéért. A gyengébbek kedvéért, így jön létre a Szent Lélek. Az egy hatos szimetriában, az, az a csillag egy hatágú csillag. Nem zsidó, meg nem Dávid, hanem sokkal előtte már megvolt. Az, hogy a, a Dávid Mógen maradt fönt, hát jó van. Mert nagyon azt nyomták a, a, a tudományt elfoglalva, nagyon azt nyomták, meg az Einstein-t, persze. Az Einstein az olyanokat is felfedezett a Teslával együtt, ami, aminek semmi köze nem volt a mai fizikához. Olyanokat is, de szétszélhámoskodták az egészet. Hát, hát, olyan űrhajókat, olyan izéket, olyan térforrás generátort, olyan dolgokat, a Tesla nagyon jókat fedezett fel. Nagyon jókat. A Szerb volt, az nem, mert érdekes, hogy a Tesla gyár az, az most, most Amerikában van Tesla, de volt Tesla Csehországban is. Mondjuk az elektron mikroszkópom az Tesla, és az 50, 550 szeres nagyítású. Nem, hülyeséget mondom. Ez 550 ezer szeres nagyítású. Igen, a, félmillió, fél, fél millió, majdnem a nagyítás, hogy 550 ezer, az nagyon nagy, vagyis hogy vagy több, mint félmillió. Az azt jelenti, hogy azzal már látszanak az atomok, meg elektronok, meg elektronok nem annyira, de az atomok látszanak, a molekulák látszanak már vele, a vírusok jól látszanak már vele, mert ahhoz képest a vírusok nagyok már, tehát ez, ez arra jó. Nagyon körülményes a használata, tehát ez nem jó lett kitalálva. Aztán utána, most már vannak olyanok, ami már nem ilyen körülményes, kisebb kis berendezések is, ami jobb. Hát én fél voltam egyszer a KFK-ba, megmutattak nekem egy ilyen Tuner effekt mikroszkópot tem, és megmutatták nekem, baromid, 25 ezer dollár vették, hát az nem kevés, mában az időben sem volt kevés, és nem csináltak vele semmit, csak megmutatták nekem, hogy ott van, de őrült rugókon lógott minden, hogy a rezgéseket ki, valahogy kiszűrjék belőle, hát nem, ott aztán túl nagy rezgés nincs, talán amikor jön a busz a KFK-nál, akkor, akkor, egy kicsi rezgés van a talajon, egyébként ott aztán túl nagy forgalom, teherautó forgalom, ilyen nem igen van ott, tehát jön időnként a busz. Ja, és ott volt a fön, és ott megnéztem, hát az első dolgom az volt, hogy hazajöttem, és kerestem egy szoprafon lemezjátszó pick up Ja, mert a pickup az hogy működött a régi lemezjátszóban. Egy ilyen kis vájú van benne, aminek a falán ilyen rezgések vannak. Tehát megy benne a tű, és akkor az rezgeti a tűt, és az, azt hangá alakítják. Így működött a hanglemez, a régi fajta hanglemez. Azok a kis barázdácskák, amik benne vannak, azok nem simák, megnézed nagyítóval, vagy pláne mikroszkóppal, akkor nagyon érdekesek, szépen lehet látni, hogy a barázda oldalában ott vannak a hangrezgés, ütemében a kis hullámocskák. Na, azért, na igen, de hogy, hogy, van az a sztereó? A stereo izé volt, volt ez egy szuprafon lemezjátszó stereo pickup volt, volt belőle még vagy öt darab, már én abba hagytam ezeket a bütyköléseket, szereléseket, már nem csátom lemezjátszókat, ki is ment a divatból, már akkor ment képe. Akkor a DVD-k akkor kezdtek nagyon följönni, és a lényeg, hogy, hogy van benne egy olyan olyan tű, vagy hogy két érzékelő van benne, az egyik ilyen irányba méri a rezgéseket, a másik meg ilyen irányba. Mi kell nekünk? Ez az Y, ez az X, nem jó? Hát az, hogy így áll ki a felét érdekel, <laughs> így is állat az. És tényleg, és képzeld el tényleg, neki álltam, hát még az Z modulációt egy piezóval megcsináltam, tökéletes. Gyerekek, látszottak az atomok nem, nem nyugodtam, én addig nem nyugodtam. És működött, és nem kellett hozzá 25 millió dollár, gyerekek, 25 ezer dollár, nem kellett hozzá semmi. Ez hát a fiókomba porosodó lemezjátszó pikköpöt átalakítottam, mert abban benne volt eleve, benne volt a a, 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 két irányú, XY irányú eltérítő, és rögtön jellé alakította. Tehát, na, hát a, a, munka nem ott kezdődött, hanem az, hogy ebből olyan hangkeltőt csináljak, igazából én a fordítva működtettem, olyan hangkeltőt kellett, hogy csináljam, ami a eltérítést csinálta. Tehát az egyik egy lassabbat, ugye a képeltérítést, a másik meg egy gyorsabbat, a soreltérítést. És megcsináltam. Hát azzal szórakoztam, hogy linárist legyen, mert nagyon torzított. Mert ugye valami rezeg, akkor nem akar visszafordulni, akkor ott nem akar visszafordulni, ugye, mert valami rezgésbe jön, az csak egy ilyen mozgásra hajlandó, ami lelassul, felgyorsul, lelassul, felgyorsul. De nekem azt kellett, hogy a végéig egyformán menjen, és ott hirtelen álljon meg. Aztán megint egy egyenletesen jön visszafele, megint ott hirtelen álljon meg. Igen, de ott ő még rezegni akar, ott ő még meg akar mutatni magát a tömege miatt. Hát szerencsére ennek nem nagy tömeg volt, sikerült megoldani. Hát addig linearizáltam, addig mindenféle hülyeséget kitaláltam rá, amit még a színes tévékből loptam ötleteket, ilyen rossz, roncs színes tévének a, a eltérítésébe voltak ilyen konvergencia beállítások, és onnan kitaláltam, hogy hogy, hogy, hogy kéne ezt megcsinálni. Ahhoz volt is Alcatelis és akkor nekiálltam, azt addig bügyköttem, még jól nem lett. Csak akkor már egész lineáris képet, vagyis, hogy olyan képet adott majdnem, mint egy kis fénymikroszkóp. És az már jó volt, érdekes volt. Aztán ott rohadt, meg szétszettem. Nem akartam én ezzel nagy lenni, hanem le akartam győzni. Igazából akkor vagy te kutató, ha az eredményre magasról szarsz. Nem hordozod, mint a véres kardot össze-vissza az eredményet. Ezt csinálják ma. Mint ami egész életiben van, egy eredmény, és az egy eredmény ide-oda hordozgatja a világban, mint egy véres kardot. Komolyan? egy-két dolgot felfedezett, és azt az egy-két dolgot hordozva. Hát mondom, ne, gyerekek, akkor kész van, megcsátom, működik, ki a fenét érdekel utána. Utána engem az nem érdekel, engem az érdekel, hogy működik. Á, jó van. Hát mindent tudj kell megcsinálni, nem azért, nem azért csinálsz dolgokat, hogy majd téged állandóan azért fognak, hogy egyszer sikerült, Elmondanod egy verset, és akkor te ünnepelteted magad életed végéig, mert elmondtál egy verset. Végre egyszer meg tudtál tanulni egy háromsoros verset, vagy tudom én szóval. És ünnepelteted magad. Jó hát ameddig ilyen két-három éves gyerek vagy, addig ez jó jön, tudod, de... Hát azért már 33 éves gyereknek már nem annyira... Szóval nem tudnak egy összetett mondatot megérteni, se elmondani, se. Nem. Összetett mondatot, tehát egy komoly körmondatot nem ért meg összefüggéseiben, meg pláne. Hát látom a ragozásaiból, hogy tárgy kezdi részes folytatja a birtokos viszonyba, meg mit tudom, belekeveredik. Össze-vissza a hülyeségeket a ragoz, tehát nem tudja, nem érti. A mondatot nem tudja megcsinálni. Szörnyű. Na, tehát mit van neked? Ó, ott van, tessék. Na, ah, egy ehhez hasonló valamit csináltunk. Ez lehet úgy is, hogy hát ez egy volt feszültség volt az én tűmön. Még mindig vannak olyan tűim, amivel ezt csináltam. Megtaláltam egy dobozra valót. <laughs> nagyon örültem neki. Olyan hegyes, hogy még mikros, mikroszkop alatt nézve, százszoros nagyításban is nagyon hegyes. Az már nagyon hegyes. De megnézel egy gyári varrótűt, az nem. Az ilyen bukó végű. De ez hegyes? Ott még, még, mindig hegyes. Na, ez jó volt megcsinálva annak idején, nem én csináltam, azért volt jó megcsinálva. <kül> Tehát nagyon, nagyon érdekes ez, és érdemes ezzel foglalkozni, ha meg akarjuk ismerni az anyagot, de én nem az anyagot akartam megismerni, mélyebbre akartam menni, az az izgalmas, amit, amire azt mondják, hogy soha nem fogod megtudni, ahhoz kezdje hozzá. Tehát ha azt mondják, hogy a magyarok soha nem fognak őrhajozni, akkor csinálnak őrhajót. így működik. A nagyarcok, a beképzelt, hülye gyerekek, azok mindig ráfáznak erre a beképzeltségükre, mindig. Hát ott volt az Észak-Korea, mondták, hogy hát ez nem tudatom csinálni, ezek hülyék, azok nem tudnak atombombát csinálni. Fölrobbant, bú. Hát a földrengésből látja, hogy tényleg robbantott. Aha, de már hidrogénbombát nem tud, azt is csinált. Bum! Hát szarul robbant az első, de megcsinálta, működött. De a rak rakétája nincs, megcsináltam. De hát az nem tudod, de el se lát. Aztán olyat csinált, hogy első, el, is lát. De ezeket kell észrevenni. Hát Indiában most a holdon kavarnak az indiaiak is. Tehát a kínaiak meg nem, hogy a holdra hold raktak, hanem a hold hátsó oldalára. Nem a sötét, hanem a hátsó oldalára. ott is jutana. A hátsó oldalára, És a hátsó oldalára, ez újdonságnak hat az újságíró kollégáknak, némelyiknek én tudom, rendszeresen hallom az amerikai ilyen tudományos filmekben is, hogy Dark Side, mondom, tényleg? Tényleg ez a sötét oldal? Te, te vagy a sötét kovább. Tényleg, hát forog a hold a tenger körül. Nem, mert mindig a föld felé fordul. Igen, mondom, ugyanaz az oldalát, de közben megkörül a földet. Nem vetted észre? Közben körbe jár a föld körül. Az azt jelenti, hogy egyszer megfordul a tengely körül is, miközben egyszer megkörül a földet. Ennyit kéne megérteni, de idáig nem jut el. Azért mondom, hogy az összetett mondatot nem érti. Nem lenézem. Hát most, hogyha. Tudományos ihletettségű filmben valaki ilyen a holt sötét oldaláról beszél, ott már nekem nincs mit mondani. Szóval ez, ez, a hátsó oldalára elküldték a kínaiak, és onnan közvetített képet. Ahonnan nem jönnek el a rádióhullámok. Képet közvetített, meg adatokat. Hát, hogy keringett a holt körül egy egy kis szondácska, ami fölvette a holdjárónak az adatait, még ott fölötte repült, és amikor kijött a hold mögül, akkor hazaküldte. Még tette egy fél fordulatot, addig tudta hazaküldeni, aztán megint bement a hold mögé, megint észrevette, hogy ott van a, hold, a saját holdjárója, megint föltöltötte az adatokat, amikor kibújt a hold mögül, megint, megint leközvetítette a Földre. Olyan, mint egy ripiter, igen, pontosan. Csak hát szellemileg csökötséget kéne legközelebb, hiszen hát olyanok mondanak, olyanok adják a pénzt, akik váltik nagyon hülyék. A pénz, olyan, olyanok döntenek a pénz fölött. Totál hülye. Nem ért hozzá az ürajozáshoz, Ám, a fogalma nincs. De ő mondja meg, az, arra nem adok pénzt, arra adok pénzt. Szóval ilyen, Istenem, nem lehet neki elmondani a lényeget, mert úgy se érti meg. Nem lehet. És e, igazából, a, hát ilyen, hogy is mondhatnám, hogy ezek ilyen sunyi gengszterek sokszor, sokszor, nem mindig, de sokszor, súnyi gengszterek kiszedik a tudósokból az ötleteiket, aztán kisnyírják. Puh, de az eldobott, használt banáni, puh, így eldobják de arra nem gondol, hogy ez még tovább is tud gondolkodni, te idióta. <laughs> arra nem gondol, nehogy elmondja. De ő meg, hogyha agyonverik, valami probléma van, nem tudja senki megoldani, mert mindenki hülye hozza. <laughs> sok ilyen projektbe vettem részt. Sok, sok helyen. Mindig gag Az azt jelentette, hogy ötlet kellett. Csak akkor már három éve nem tudtak, vagy négy éve, öt éve kijönni egy a gödörből, akkor csak egy pici ötlet is elég volt, hogy annak kimásztak a gödörből. Igen, mert mindenki ugyanazt a izét nyomta, untatta, untatta, de nem volt, aki kívülről rálásson az ő rendszerükre. A kívülről ránéztem, így megmondtam, hogy itt a probléma, itt a probléma, meg itt. Nem hitték el. Tehát a gulyás az kétszer is eljött hozzám, amikor izé volt, az a biológiai intézet igazgatója volt, magyar kétszer is eljött ide. Krim volt neki, Szevasztopol, valahol volt neki egy, egy, egy lakása is, hogy oda, meg gyere, meg vagy hívva, mehetsz oda, lakás, kulcs, adom, kész. Ö, mert hogy ami, jött hozzám, hogy hogy, hogy kéne a Csernobilnak a kárát csökkenteni. És akkor így adtam neki ötleteket. Hazament, működött. Hazament, kipróbálták, működött. Mert ez a lényeg az egészben, hogy kívülről kell mert belülről már nem tud kitörni, azért nem tud tovább lépni, mert nem tud kitörni a saját verkliéből, és akkor ki kell nézni kívülről. Csak a tudomány bezárkozott a klozetjába, hogy belülről beszögelte. Teljesen beszögelte, tehát kívülről nem jöhet ötlet. Kívülről. ezek nem is, nem is számítanak embernek, hanem a mi kutyánk Semmi az Így. Jó van. Akkor ott szakadj meg, ahogy vagy. Hát kit a felét érdekel. Igen. Így működik az egész. Tényleg így működik. Annyira beleláttam ezekbe. Gyerekek, hát az, az, az OMFV arról szólt, hogy gondolkodók voltak, akkor is voltak gondolkodók, akik okosak voltak. Gondolkodók voltak, valamit kitaláltak. Hát, de szabadalmat nem kap rá, ez se kap rá, nincs rá pénze. De, Tudod, mibe kerül egy szabadalom? Hát ez évente egy száz, házára. Egy, egy családi házára, egy jó családi házára, évente. De akkor még egy vasat se kaptál. Honnan vegyétem egy feltaláló, honnan vegyem? 10 20 50 milliókat honnan vegye? Menj egy uniós szabadalom, nézd már meg. És az állam nem finanszírozza meg. Hát voltak ilyen izé próbálkozások, de ott is csak a szabadalmi lopás volt. Ezt láttam, láttam, hogy mi volt. Beleláttam, kétdel nekem, nagyon beleláttam a OMV-be is. Ott is az volt, hogy valakinek volt egy nagyon jó egy cégnek, volt egy nagyon jó találmánya. Hát, az akkor azt, azt, csináltak, hogy bementek az OMV-hez, Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, az az OMV, már, nem, már nincsen. De bementek, ezek mind ilyen moszkoviták voltak ott a főnökök. Mind moszkoviták, tehát mind Moszkvába végeztek. Meg KGB izéjük is volt ilyen bilétájuk valahol. Tehát többnyire, mert is mindegyiknek orosz felesége volt. Szóval ha vele egy ilyen megfigyelőt mindig. Így működött, abszolút így működött. És na a lényeg az, hogy de nem biztos, hogy nem rendes emberek voltak, nem erről van szó lehet, nagyon rendes emberek voltak, csak ott rögtön beszervezték, nem lehetett ott ki kitérni. És ez a, ez a ez az, az volt, hogy bevitték a találmányt, azt mondták rá, hogy ezt kéne megcsinálni, erre ennyi pénz kellene. Biztos, hogy fog működni. Persze, mert már ott volt a fiókba készen. És akkor biztos tudták azt, és hogy azt is tudták, aki a menedzser volt, hogy az már ott van a fiókba. Így kockázat nem volt, mert biztosan fog működni, hiszen már ott van a fiókban. Nulla kockázat, a menedzsernek is nulla kockázat, a feltalálónak is nulla kockázat, adtak rá neki pénzt, három év alatt fejleszte ki, az alatt abból a pénzből nem azt fejlesztettek ki, hanem tök mást, amire megint fővette a következő pénzt, hogy majd kifejlesztő, de már kész volt a fiókban volt. De így működött. Kockázat nem volt. Tehát az egész olyan, olyan volt, hogy eh, fogtam a fejem, hát ugye, de hogy a francba tudnám én, mondjuk tényleg alapkutatást csinálsz? Csináltunk is gravitációs hullámkutatást. A gravitációs hullámokat akkor fedeztem föl, de ez mikor volt? 35 évvel ezelőtt. És már akkor képpé tudtuk alakítani, képpé. Nem az, hogy bum, hallottunk egy ilyet, hogy bum, nem le tudtam tapogatni a hold belsejét. Értitek? Hogy mi a különbség a kettő között? Ég és föld. Hallottam, hogy leesett egy tárca, vagy láttam is egy tárcát. Érted? Hallottam, hogy egy bádok tárca leesett a hátam mögött, hogy milyen tárca, hogy néz ki, mit azt nem tudom. De biztosan valami érdekes tárca lehetett, ez a tudomány. De közben én oda vittem, tessék, itt ez Ez ezt, ezt, ezt keresed, itt van, tessék. Tehát ez a különbség a kettő között. Sőt, én tálcát tudtam is csinálni. Nem az, hogy van tálca, hanem a gravitációs hullámok, léthullámok, nem kell azt csinálni. Gravitációs hullámok azok nagyon egyszerre működnek. És egyszerű eszközökkel lehet bizonyítani azt, hogy ez hogy működik. Nem hiszi el senki, hogy milyen egyszerű eszközökkel, mert bonyolult, sok pénzt akar fölvenni, és sokat fejleszteni, és akkor egész intézeteket a semmire megcsinálnak. Na de, uh -huh. itt van mögöttem, nézd meg. Tudod mi ez? Puh. Nagy és fekete. Hm? Nagy és fekete. És, és így mi van benne? Uh, Valami korong. Igen. Van. Nézd meg, mi van benne, megmutatom neked. Igen. Ez egy fél pingpong labda ólomból. Ólom pingpong labda. Itt van, feketére festve. Kiáll belőle négy kis drót. Hát azért, hogy itt a négy részben megálljon. Ne csúszol le, meg megálljon. Na. Gyerekek, tudod mi ez? egy kör alakú rés. Az egy rés. Ez, ez ha beleteszem a helyére, akkor egy kör alakú rés. A kör alakú rés minek? Hát minek az kör alakú rés? Mi értelme van annak? Ha már megcsinálták a rést, ide beleteszem, akkor ha belenézel, akkor torzítja a képet. Torzítja, mint egy lencse. Így nézlek, és torz a fejed. Érted? Ahogy kilátok körbe ezen a olyan, mint egy lencse lenne. Marhára törtem a fejem, hogy hogyan Francban lehetne a konkáv lencse helyett egy konvex lencsét csinálni ólomból. Ti Én tudod a fejedet, a konkáv az a homorú, a konvex meg a domború. Van konvex -con konkáv is, meg plán konkáv is, meg tudom én, a plán az a sík. Akkor ez egy fél konvex. Igen. Ez olyan, mint egy kondenzor lencse. Volt a, mondjuk a nagyítógépekben volt ilyen kondenzor lencse. Az egy ilyen, az egy ilyen domború lencse, volt, a másik oldala meg sík. A sík volt fölül, és akkor a fény úgy, úgy egyenletesen terítette a fényt a amit ráraktál, mondjuk a írásvetítő projektorokba, volt. de abban már ilyen, már másmilyen volt, hanem abban ilyen préset, lencse volt, nem, nem ilyen domború nagy dom, nehéz, egy ekkora üveg az nehéz. Egy filmbe volt, hogy hívják, Ö, azt aki ezt a kör alakú na, fukó lencse, azt hiszem, uh -huh. és a, a neveket elfelejtem, csak a, csak a, neveket, a működést tudom, mindent tudok róla, a neveket azokat el, valamiért elfelejtem, jár. Hát most már, most már ebben az évben, most már mondhatom, hogy ebben az évben már 80 éves leszek, hát az már jó, nem? Hát ahhoz képest, hogy, hogy 60 évesek ilyen öreg üzék, már amikor, az 50 éves évfordulón évfordulónk voltunk, a érettségi találkozón is jöttek ilyen öreg emberek, kik ezek, meg sem ismertem. Komolyan. Ha most a maradékot már megismerem, már nem sokan vannak belőle. Fogynak, ugye. Az érettségi találkozunk, akkor már mostanában 80-10, vagy ilyen, így szoktunk lenni, most sorral temettünk el egyet, kettőt. Igen, hát, ilyen. Megöregszik, az el, de meg kell halni. Ja, nem baj az, hogy meg kell halni. Ha volt a szaron kívül mást is hagytál magad mögött, érted? Hát ott kezdődik a, a dolog. Hogy mennyire ebből indul ki az indiánok azt mondták az ősanyára, hogy azt eszi, amit hátrahagyott. Mi is ez? Módja. A múltja. Igen. Na, Fogopál. mit mondtak erről a rettentően végtelen nagy tudományos szakértő? Cekália teszik. Fagopágia. Hm? Fagopágia szépen elnevezve. Igen, fagopágia. Szarevő. Értitek? Te ja, találtam egy jó, Jaj, ez nagyon jó. Ez az eser csinált ilyeneket, nagyon jókat. Még ilyen kis fényvetőt is nyomtattunk hozzá 3D nyomtatóval, azért, hogy így lehessen nézegetni. nézegetettek alá. Nem titok. Elmondtam, hogy hogy működik. Ólonból van egy félgömb. Kollégák, öntsétek ki azt az egy fél pingpong labdát, talán annyi olmot tudtok szerezni. Horgász pont elég volt az a nagy fenekező olom, ilyen, ekkora nagy fenekező olom. Már ott nem már nem árulnak? Ott már nem árulnak. Ne. Hát ő környezetterhelés, meg környezetveszélyes, ugyanúgy, ugye, De most a... hozta valaki? Hogy... <coughs> most hozta valaki azt, lehet, hogy Svájcba vette? aliexpress expresszben rendben. AliExpress, 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 aliexpress mindegy. Na, de ha ránézel egy ilyen, párhuzamosakra, akkor eltarzítja, Tehát, ha ilyen függőleges vonalat néz, akkor elgörbíti. Na, de ennek nem szabadna görbíteni. A egy résznek nem szabad görbíteni. Ezt szabad neki csinálni, de görbíteni. Tehát ez, ez nem kamera obszkúra. Ugye az kép, egy egész képet fejreállítva vetít. Azóta mese, hogy egy ilyen barát a ült, Szarás közben azt vette észre, hogy a Lukas volt a... Rámegy Péter szekjányzott a fából, egy luk volt az ajtón, ami odavetítette fejjel lefelé a kollégáit, ahogy mászkáltak. Meg voltak világítva, ő megült a sötét klotyóba, és akkor a falra odavetítette, és akkor így találta ki a kamera obszkúrát, hogy milyen nagy feltaláló volt, és akkor... Hát jó, ez olyan, mint a szentek, azok mindig papok voltak. Na, ez a... Öroborosz ez nagyon pontos. Belerohan a saját múltjába, nézd meg. Tehát van egy forrás, ez dinamikusan képzel, de ne statikusan. Van egy forrás a hegyén, az a kúpnak a legesleghegye. Ott van az időforrás, és ez halad. Gyorsabban, mint ahogy terjed. Hát ez legalább háromszor olyan gyorsan halad, mint ahogy terjed, a kup szögéből látszik. A titkos szög ott van kitéve mindenki elé. Tehát a nagy hülye persze nem veszi észre soha, mert ott van előtt, tehát ott valami, eldugdosott valamit keres. Na megnézed egy jó, egy jó építési stupát, akkor annak a kúp szöge az pontosan a teremtővel passzol. A teremtő az gyorsabban halad, mint ahogy terjed. Tehát átlépi a fénysebességet, megteheti, mert nulla a tömege. Semmilyen tömege nincs akkor az E egyenlő emszert szénézetet így földughatod végbékúpnak. Ugye? Mert ahol az M0, ott ez már, mert ez egész képletet értelmetlenné teszi. Tehát az Einstein eljutott valameddig, igen, a tömeggel rendelkező anyagi részecskék és a tömeggel rendelkező fénykvantumok azok nem hagyhatják el a fénysebességet, nem mehetnek gyorsabban. De aminek nincs tömeg a tahionoknak, az volt, a van a fizikában, felfedezték, csak most besöpörték a szőnyeg alá, na nem, mert arra van az előre. Tehát azért, ez, ez egy tahion, ami körbe megy ezen az ábrán, ez tökéletes. Mondja. És forog is, szuk, hogy a forog. És még forog is. Miközben halad, forog is. Ezt a kettőt kell neki csinálni. Ebből a valami, a halad és forog és terjed, ebből ki az egész világ egyetem működése. Tehát innen, innen kell elindulni. Ha nem innen indulsz, ha megszakad, sem fogsz a végére jutni. Mert nem, nem, nem erre van az előre. Te erősködhetsz, harcolhatsz, mindenkit hülyészhetsz, mindent csinálsz, de nem fogsz a végére jutni. Tessék, Francsó. egyébként hát, idézőjelben megértette a mesterséges intelligencia is, mert uh, ugye megértette azt a gondolatot, hogy Amilyen a világunk, azoknak a tulajdonságoknak benne kell lennie a kiinduló. Hát világos. Ha nincs benne, akkor. Honnan veszed? Hogy, hogy lesz később? Igen, honnan veszed a forgást, honnan veszed a terjedést, ennek a kettőnek benne kell lenni. És a haladásnak is. Tehát ez a három tulajdonság, de ez igazából egy valaminek a három tulajdonsága, és nem három különböző dolog, az nagyon lényeges ebből egyedül értelmezhető az nem más, mint a jelen pont. Az a jelene a világnak. Az a csúcsán a kúpnak az a jelen. Ott van a jelen. Ő a saját jövőjébe rohan, ugye, mert gyorsabban halad, mint ahogy a múltja terjed. Ezért egy kúpos világot hagy maga mögött. Ha még forog is, akkor egy csavarodott kúpos világot. Tele vagyunk ilyen tornyokkal, édeseim. Csavarodott kúp, templomtorony, csavarodott templomtorony. Nézzetek egy picit jobban utána. Templomtorony, keresél arra, hogy templomtorony. És találsz olyat is, hogy csavarodott. Meg fogod találni, hogy csavarodott. Ha balra forogva megy fölfele, akkor női. Ha jobbra forogva, óra irányba megy fölfele, akkor férfi. Semmi köz a biológiahoz. A teremtőnek nincsen pöcse. Érted? Nem. Nem, 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 nem. Mert minden áron oda, eddig jut szellemileg, és kész. Hogy dugni tudjon, kell neki, hogy legyen pöcse, kész. Mondom, de bocsánat, nem, ő minden, az összes pöcs is persze. <laughs> igen, így van neki. Na de bocsánatot kérek. Akkor a teremtő egy pöcs is. Ez olyan nagyon vadul hangzik, nagyon, nagyon. vadul hangzik. Csak úgy mondanám nektek, hogy János könyve, minden, ami lett az igéből lett, minden, a szó szóval lényeges kiemelve, nagybetűvel, minden, akkor a pöcs is igéből van? Igen. Ne legyél ilyen szépelgő idióta már, hát ébredjetek föl. A vallások nagyon nagy tudást őriznek. Nagyon nagyot. Benne van a, a tértechnológia, benne van az űrvajózás, a vallásokba? Hogy lenne már benne, ezek ilyen istenekbe hisznek, ilyen hülye, hiedelmekbe? Tényleg? Aztán te meg mibe hiszel? A semmibe, az sokkal jobb. Júj, de jó ide, jó. jó ide, ügyes vagy. <laughs> semmibe hisz, nagyon ügyes. nagyon ügyes. Tehát itt van a lényeg az egészben. Hogy ott van előtted a, ott van előtted a megoldás. Végig ott volt előttünk a megoldás. Többször elmondtam, hogy a kimész innen, szembe ott lesz a világegyetem keletkezése kilépsz az ajtón, és ott van. Na de ez az épület 1929-ben épült, akkor én még kélyes terv se voltam. És már ott volt. Vagyis, hogy a tudás ott volt. A kovácsok tudták. A kovácsok, kovács ilyet csináltak. Ugye, hogy torzítja a képet? Egyenes valamit nézel. Van fönt ilyen, van fenn egy ilyen szekrény, ilyen kis fehér, címkék vannak rajta, ilyen kis fiókos szekrény, <coughs> azon nagyon látszik, nagyon kontrasztusan látszik azok a kis fehér címkék, hogy mi, mi el van görbülve teljesen. Tehát ott nagyon látszik, hogy mennyire eltorzítja a képet az a kör alakú rés. Csináltok kör alakú ajánlom nektek, és tegyetek bele, egy köré egy nagyon könnyű, fajsúlyú anyagból kör meg hát ez egy PVC lefolyócső, 45-ös lefolyócső, Két hajtű, vagy egy hajtű is elég, ilyen az a hajcsat, az a régi fajta, a szédróc, az a lényeg. a van benne egy fél pingpong labdányi ólom. Pingpong labdával is csináltam, azért tudom, hogy fél pingpong labdási, mert belenyomtam a gipszbe a pingpong labdát, és akkor ott maradt a mélyedés. Gipszbe benyomtam, úgy van, és akkor utána ebbe bele lehetett önteni az ólomot és kész. És ki fog jönni belőle egy ilyen őrültség, ilyen ólom. És higgyétek el, hogy ezzel távcsövet is lehet csinálni. Tehát olyan távcsövet, amiben egy darab lencse nincs. Meg lehet csinálni. Hogy is lehet? Hát az egyik végébe van egy lyuk, amin kinézel, az mondjuk egy wolframba vagy ólomba furt lyuk, egy olomlemez, 3, 3 mm, 4 mm vastag legalább, olom lemez furcsa egy pici lukat, kifestett, hogy fekete, matt legyen, ezt meg lehet csinálni, tűvel, finom, vagy vékony acéldróttal csinálsz benne egy finom kis lukat, azon ki tudsz nézni, az a lényeg, és utána ez van a szemlencse helyén. Elől meg ez a gyűrű alakuluk, vagy karika alakuljuk, És lencse, olyan, mint egy színházi távcső. Lencseszerűen viselkedik, mind a kettő, csak az egyik egy bikonkáv lencse, a másik meg egy plán konvex lencse. Mert ugye ez egy fél gömb. Lehet egész gömböt is önteni. Meg lehet próbálni, és lehet próbálgatni, hogy hogy lehetne a lencsének az optikáját változtatni. Mert az optikai hatást, gyerekek, a publikációimban én már a, a gravitációs hullámok optikai hatásáról oroszul-angolul is publikáltam, semmi reakció nem volt rá. Pedig ilyen konferenciákon el volt mondva, vagy mint? Nulla reakció. Semmi. Mert annyira nem stimmel a fafejeknek a elképzeléseivel, hogy nem is figyel oda. És közben ott a megoldás ő nem fog a végére jutni, a száz élete lesz akkor sem, mert, mert ilyen, ilyen mind, ki vagy te. Szóval mindig ebben, milyen papírod van, mert Nagyon, jó van. Igen, hát én nem a Földön végeztem, úgyhogy. Ez látszik sok mindenből, hogy hát, hogy olyan dolgokról mesélek, amiről senki nem mesél. Vagy űrtechnológiákban olyanokról mesélek, mert én valamit ebből tanulom, bürkreszt meg az egyebeket is el tudom mondani, tehát persze, persze, mert megvan belőle a vizsgám Nem elvittek és szenvedtem, és, ja, és nem, nem, szó nem volt ilyenről. Szó sem volt ilyenről, hogy szenvedtem, senvettem megerőszakoltak is. És hát tudod, a nők azok rögtön ezzel jönnek, hogy eltérítették, és baromira megerőszakolták őt is akkor. Nem, hát jó, fékezzél. Ha, ha eddig jutottál, akkor fékezzél, mert tovább kéne innen jutni. Nem nagyon jutnak tovább, ez baj, ez nagy baj. A föld, földi embereknek egy jelentős része már itt, idáig van le Ránc, Gávas, Valamikor nagy, a munkások nagyon tanultak, pont a Weiss gyárba, ugye, a Csepel művek. Vesz Manfred, én csináltam az IBM gépeiket, tudom, jártam oda láttam a Lenin kezébe a zsíros láttam. <gül> <gül> ott raktak bele, volt egy Lenin szoba ott a csempőben a művek előtt, hogy ki a kapunk balról, volt egy Lenin szomor, és a Lenin szomor kezébe ott volt a zsíros kenyér, paprikás zsíros kenyér, nem merte hazavinni valaki, mert akkor tudta, hogy az anyja holnap már nem ad neki tíz orait. És akkor valami mást kapott a kollégától, kolbászt a zsíros kenyér helyett, és akkor megette a kolbászt, és jó De de a zsíros nem mert hazavinni, mert akkor már holnap nem kap semmit. És akkor ott berakta Lenin kezébe a zsíros kenyeret, marha jó volt. Gyerekek, olyan pánik volt az elvtársakkal, én, én hu, miért pisáltam a röhögéstől? Olyan pánikban voltak a párt titkárok, meg milyen nagy pánikban voltak. Betiltották a rádióba azt az, hogy vörös csepel, vezess a harcot. Váci út, neki! Na hát attól fértek, hogy a Váci út felel neki. És ott is belarakják a zsíros kenyeret, mi lesz akkor? Nem volt Lenin szobor. Na jó, de hát volt, csak olyan nagyon magasan volt a keze, a zsíros kenyeret, nehéz volt oda fölrakni. Igen. Aztán ledöntötték 56 -ba. Igen. Hát ezek ilyenek. Zsíros miatt egy darbát írtott. Sok minden volt ilyen. Ó, oh, nagyon. Nem tiltották talán be, csak azt már tanácsoljuk, hogy azt most már ne játsszuk. talán nem tiltották be. Láttam a magyar rádiónak a stúdiójában, sokszor voltam a rádió stúdióban, nagyon sokszor. Volt olyan, hogy minden hónapban voltunk három órát, szóval azért az már elég sok. Soha nem volt mikrofon mikrofonengedélyem, de sok műsor csináltam. Nem én voltam a műsorvezető, de a műsorvezető az csak bologatott. Jó, jó, de jó műsorok voltak, hát gyerekek, egész éjszaka mindenki hallgatta a rádiót. Jó műsor volt az. Csak olyan dolgokról meséltünk, amiről nem lehet. Ki volt írva a TACEPAO a falra, hogy ufós műsort akkor sem lehet csinálni, ha itt áll a ház fölött egy ufó. Érted? Tehát ki volt írva a tiltás. A fegyelmi terhe mellett. Tilos ufós témáról beszélni is. Hát én így beszéltem a témákról, és az jó volt, nagyon-nagyon aranyos volt. Vallási ilyen, kollé, ilyen izés volt. A kollega is a, volt, és az, azok is, a papok is voltak a műsorban, és akkor azokkal is beszélgettünk. Bevittem őket az erdőbe rendesen, mint a mesterséges intelligenciát, mert úgy, hogy én jól idéztem a János könyvét, csak ő nem gondolta ezt végig. Mert a minden, ami lett az igéből lett, akkor minden. Ne szépelegél, hogy Á, te a csúnya dolgok, nem csak a szép dolgok. Nem, minden. A bizonyos biblia fordításokban benne van ez a mondat, hogy az Isten azt mondja, hogy én csinálom a jót, és én csinálom a rosszat is. Ezt aztán csak bizonyos fordításokban láttam, aztán úgy, hogy elszépelegték onnan. Persze, mert igazából, hát, van az Isten, meg még esetleg van az Isten is. Meg még esetleg az is. Isten is van, nem egy másik, az ugyanaz. Ja, meg még van másik, ami ki ő. <laughs> szóval, hát ha minden ebből az egy igéből lett, akkor miről beszélünk? Akkor ez egy több is hit. Tehát ha én beszélek a kisújam hegyéről, meg az orrom hegyéről, meg a nagylábam ujjáról, az, az egy több gyuri hit. Érted? Ha nem, az is a Gyuri, ez is a Gyuri, meg az is a Gyuri, meg ez is. Tehát tehát ez az, amit nem értenek. Nem érti, nem tudja végig gondolni, vagy nem is akarja. Lusta hozzá, hülye hozzá, akármi, nem gondolja végig. Ha végig gondolja, akkor nagyon el kell ezen gondolkodni. Ott van a Mindjárt Biblia leges-leges, a, a bal oldalon már Mindjárt ott van. a Vagy baloldali hasáb ott van a tetején. Hogy uh, Isten látta, hogy a fény jó. De ráadásul a jó az a kínaiban jobbot is jelent. Kínai úgy mondják a jobb azt, hogy jó. És a, az a lényeg, hogy a, a. kezdetben van, és az vizeket elválasztotta alsó és felső vizekre. Ott van a Bibliában. Tudjátok, hogy ez micsoda? Ez tényleg a világegyetem kezdetét jelenti. Ez a Mózes öt könyvről, az első könyvének a legelső hasábja, hogy ott van, hogy a alsó és a felső vizeket elválasztotta. De ez mit jelent? Ez a megnyilvánulás. Ez a megnyilvánulás, így van. Ez maga a megnyilvánulás. Az azt jelenti, hogy volt az időforrás, amikor még nem volt forrás. Ő már volt, de még nem árad belőle ki semmi, tehát nem volt forrás az, amit a Péter az előbb mondott, a Q, a, 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 a ugye ott is egy O, meg egy ilyen folyik kifele belőle, egy ilyen, ugye a Q betű. A nagy Q betű az egy ilyen O betű, amely egy ilyen S-szerű izé folyik kifelé, mert az a forrásnak is a jele a, a, térképeken. Tehát ott egy ilyen Q betű a jele, és egy ilyen kis izé folyik kifelé belőle, az a forrás. Quelle a forrás. Persze. És ott van a kínaiban a kó. Milyen érdekes, az is kával kezdődik. és A kó az azt jelenti, hogy száj, nyílás, egy kis négyzet a kínai írásjele. Egy kis négyzet. Hogyhogy nem? Ha még egy négyzetet köré rajzolok a kínai írásjelekben, akkor ezt megkérdezed mondjuk egy kínai tolmástól, hogy ez azt mondja, hogy visszafordulni. Miért érdekes ez? Az időforrás is visszafordul. Az időforrás is visszafordul. Értitek? Ú. A, még a feketének az jelen nagyon érdekes. De kétféle fekete van. Van a fekete szín, ehhez hozzáteszi, hogy szín. Fekete színű. Hozzáteszi. De van egy másik fekete, ez a szakrális fekete, vagy hogy a fenébe mondjam. Ez a szakrális fekete, ez nagyon fekete, mert ez magát az univerzum alap gondolatát hordozza, képzeld el, ez a fekete. Tudnék, amikor a világegyetem keletkezik, akkor olyan sötétség van, hogy a bányász béka seggalat alatt reflektorfény van ahhoz képest. Érted? Olyan baromi sötétség van. Én voltam ilyen sötétségben gyerekek, nem kívánom az ellenségemnek se, az a, az a tisztító tűz, ja, nagyon érdekes, tisztító tűz, vallásokban megvan, csak ilyen, de megvan, tisztító, tűz. gyerekek, nincs ott semmilyen láng, tűz, nincs, semmi, hanem ott nincs téridő. És a téridő belsejében, belül a téridő belsejében, mert ez egy zárt rendszer, egy gömbszerűen zárt rendszer, a téridő belsejében van egy réteg, amiben hasonló, hasonló, nem azonos, de hasonló jelenségek vannak. <kül> És ott, ott van a lelkek, ott szorulnak, nem kívül az univerzumon, az nagyon messze van a határa hanem itt vannak egy közeli, a Földhöz közeli szférán belül, tehát a naprendszeren belül vannak. És ez a lényeg, hogy ez a tisztító tűz, ott olyan hideg van, hogy befagy a segged, még a lelkednek a segges befagy. Á, nagyon, nagyon hideg van, nem, nem éget semmi, pedig mi van ott? Tűz meg vízelem. A két, a káosznak, vagy a mezőnek, a mai fizikában a két alapja, a tűz meg a vízelem, csak ezt nem ismeri kimondani. Ezek a tardionok, meg a tahionok. A fizikában vannak ilyenek, a tardion az, ami lassabban megy, a fénysebességnél a tahion, a tahosz, gyors, az, az a gyorsabb, a egy gyorsabb. Időforrás megy, mint a messzes, egy kúpalakú alakú időt hagy maga mögött. Ilyenek a teremtők. Úgyhogy, és, a, és ez a lényeg, hogy ott, ott csak ezek vannak. Ez a két ős-teremtő van. Ö, ez a bohu a zsidoknál. bohú, Tudnak róla. Tudnak róla. Érted? Svábhavat és svábhavat. Prusa és Prakruti. Ezek, ezekről tud az emberiség. Csak ezt. Lenyomták a vizalá és ott ülnek rajta, nem engedik följönni, mint a strandlabdát, hogy ráültél, de nem engedik följönni, de egyszer kiugrik a lábok közül, nagyot fog ugrani, mert hogy föl fog ugrani a strandlabda, hiszen ez a tudásnak az alapja, ezt az alapot próbálják előled elsinkofálni. És itt félre beszélnek, ugye? Beszéltünk, a, beszéltünk a, az időről, de az időről harcoltak velem, hogy de, de még nincsen tér, akkor hogy lehetne tágulás. Erre találták ki a kvaterniókat. Ez a térneküli tér. A kvaternióknál, ugye, van egy darab valós elem, az a sugár. Van egy képzetes elem, az az négyen vannak összesen. Van egy valós, meg három képzetes, IJK képzetes elem. Ez egy semmi más, nem csak a hülyék számára pótolja a teret mert nem, nem bírja letenni a harcát. Tehát, de, 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 így is nincs tér, és nem. De a terjedést azért kezdtem meg úgy ma, hogy így a gömb alakban, a, gömb, a gömböt egy adattal lehet megadni. Vagyis a gömb igazából egy egydimenziós rendszer. Na, innen folytatjuk szünet utána. Nagyon érdekes lesz.